Gabriel García Márquez, 100 év magánya, kétségtelenül a kortárs irodalom egyik remek műve. Olvasók millióit ejti rabul a Buendia család krónikájának mágikus szépsége, lebilincselő egyszerűsége, időtlensége. Az egymást követő generációk életében szinte minden megismétlődik. Nevek, jellemvonások, sorsok. Történetük a semmiből indul, majd a 100 év múlva rendeltetésszerűen körbeér és ismét semmivé válik. Talán mindannyiunk életéről hasonló krónikát lehetne írni titkokkal, félelmekkel, traumákkal, amelyek gyökerei legtöbbször ismeretlenek számunkra. Nem tudjuk, honnan erednek párkapcsolati kudarcaink vagy szorongásaink, depressziunk vagy bizalmatlanságunk. Nem tudjuk, mert nem ismerjük elődeink történetét, és nem tudjuk azt, amit kevesen tudtak a Buendia családban is, az időt is érhetik zökkenők és balesetek, miáltal darabokra törhet, és ott hagyhatja egy szobában valamelyik örök szilánkját. Hogyan sebeznek bennünket ezek a szilánkok? Hogyan örököljük a sorsunkat? Erre keressük a választ mai kiváló vendégünkkel, orvos Tóth Noémi klinikai pszichológust köszöntjük sok szeretettel itt a Zebrán, a gondolatok átjáróján. Üdvözlünk a műsor. Üdvözöllek benneteket. Elfogadtad a meghívásunkat. És akkor hát honnan is induljunk? Talán valahonnan onnan, hogy az örökölt sors gondolata honnan indul? Milyen indítatásból kezdtél el foglalkozni ezzel a gondolattal? Nagyon régóta motoszkált bennem ez a téma. Volt egy saját élményem ezzel kapcsolatosan, amikor az én kislányom megszületett, akkor így rám zúdult egy ilyen megmagyarázhatatlan félelem, rettegés, hogy ez a gyerek elveszíthető. Ahogy álltam a bölcső fölött, és néztem le rá, és azt vártam korábban, hogy itt valami földön túli boldogságot kell majd megéreznem, és ehelyett egy olyan félelmet éltem át, ami korábban teljesen ismeretlen volt a számomra. És akkor egy hang azt mondta nekem, hogy vigyázz, mert elveszítheted. És akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy honnan jön, mert érdekes módon volt egy olyan belső hang is, ami azt mondta, hogy ez nem csak a te érzésed, ez nem csak rólad szól, hanem ennek múltja van ennek az érzésnek. És én akkor még az egyetemnek az elején voltam, pszichológus hallgató voltam, és akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, így egyre több irányból megközelíteni, családterápiás irányzatokból, és akkor kiderült számomra, hogy hát bizony, nagyon sok minden, ami a mi életünkben megjelenik, érzés vagy probléma, az nem kizárólag rólunk szól, hanem valami múltbeli feldolgozatlanságnak a lenyomata. És elkezdtem foglalkozni az úgynevezett transgenerációs szemlélettel, ami pont erről szól, hogy ha szeretnéd megérteni a saját működésedet, akkor ne állj meg a te élettörténetednek a kezdeténél, a te születésednek, ne csak a születésedig menj vissza, hanem vedd figyelembe a teljes családi történetet. És amikor én is felrajzoltam a családfámat, és megnéztem, hogy ott mi minden történt az én elődeimmel, akkor bizony kiderült, hogy nagyon sok gyermekvesztés volt. Tehát az én nagymamáim apai és anyai ágon is elveszítettek babákat, de ugyanígy a dédszülőknél is nagyon sok gyermek halál történt. És akkor rájöttem, hogy ezek mind feldolgozatlanul maradtak, hiszen az a kor, amiben ők éltek, az nem segítette a veszteségeknek a feldolgozását. Akkoriban az volt a módi, hogy lépjél túl, mert az élet az zajlott, és nagyon kemény volt az élet, és nem lehetett megállni és a fájdalmakat feldolgozni, hanem szinte rohanni kellett előre, menni kellett a hétköznapokban tovább. Pillanatra visszakérdeznék ezt a feldolgozást, amit említesz. Én nem vagyok meggyőződve, hogy ma pontosan tudjuk, hogy mit is értünk ez alatt, vagy mi a teendünk, amikor arról beszélünk, hogy feldolgozni egy témát. Egy picit beszélünk erről? Persze. Igen, ez egy nagyon, nagyon gyakran használt kifejezés, hogy feldolgozás, de valóban, ahogy mondod, pontosan nem nagyon tudjuk, hogy ez mit jelent. Az első az, hogy szembenézek, és nem tagadom azt, ami velem történt, vagy ami az elődeimmel történt, hanem tudatosítom magamban, igen, engem itt ért egy veszteség. Igen, ezt akárhogy szépítem, ebből nem tudok
nyereséget kovácsolni egyik pillanatról a másikra. Ugye nagyon gyakran azt hallod, hogy de hát minden okkal történik, és minden rosszban ott van valami jó, és akkor az ember egyfajta manapság, a mai ember már késztetést érez, hogy keresse a rosszban is a jót. Mert egyszerűen nehezen fogadja el azt, hogy az életben vannak rossz dolgok, amik rosszak, és pont. És akárhogy csűröm csavarom, az egy fájdalom. Akárhogy csűröm csavarom, az egy veszteség. És ezt egyszerűen el kell fogadni. Ez az első, hogy igen, engem itt most az élet, valahogy, nem tudom én, egy hatalmas pofont kaptam az élettől. Vagy igen, ez az életnek a szerves velejárója, például egy haláleset, egy szerettünknek az elvesztése, az nehezen megúszható. Manapság meg akarjuk úszni. Régen idő nem volt a feldolgozásra, manapság meg a megúszásra járunk, és valahogy hatalmas igazságtalanságként tekintünk a nehéz eseményekre, a tragédiákra. Azt mondjuk, hogy hát hogy történhetett? Hát úgy, hogy az élet az abban sajnos kódolva van, így van. Nem lehet megúszni. Nem lehet, az életet nem lehet megúszni. És ez egy fontos dolog, hogy elfogadjuk, hogy az életnek a játékszabályai között ez is benne van. Az milyen volt, amikor nagyon tetszett, hogy megfogalmaztad, hogy a hang, az a hang, hogy egy közös hang is van. Ez a hang, amikor itt találkoztál ezzel. Tehát nálad a feldolgozás, hogy történtek, ahogy kezdted boncolgatni, kutatni, ezzel a szembemenés, a te saját tapasztalatod, az milyen volt? Igen. Biztos ennek is vannak nagyon bizonyos stációi. Hogyne. Sőt, nagyon érdekes, ugye azt szokták mondani, hogy de hát én végeztem az önismerettel, valaki elmegy egy terápiába, és akkor azt mondja így néhány hónap után, hogy kész vagyok. Kész vagyok, befejeztünk. De most soha nem vagyunk készen, mert ahogy fejlődünk, ahogy haladunk, ahogy érünk, ahogy hát tetszik, nem tetszik, ahogy öregszünk, mindig más vetületei kerülnek elő ugyanannak a témának. Igen. Tehát nekem például annak az elfogadása, hogy hát igen, az élet egy véges sztori. Szóval akármennyire is szeretném, egyszer csak az én életemben is eljön a végpont, és egyszer csak a gyerekem életében is eljön a végpont. És ezt szülőként nagyon nehéz elfogadni, hogy létrehozunk valakit, akit az örökké valóságnak szeretnénk teremteni, és nagyon nehéz azt egyáltalán úgy, hogy közelengedni magunkhoz azt az érzést, hogy bizony az én gyerekemnek is véges lesz az élete. Szóval, hogy ezzel is szembenézni, ezzel megbarátkozni, és ezt valahogy úgy elfogadni, hogy ez ne egy nyomasztó tudás legyen, hogy ne az legyen, hogy jaj, akkor már mindegy, mit teszek, mert úgyis egyszer vége lesz az életnek, hanem ezt elfogadom, helyére teszem, és ettől még tudok felszabadult lenni. Egyébként milyen csodálatos, hogy azt mondod, hogy a születésnél jutott eszedbe az elmúlás is. Tehát, hogy ez a két véglet milyen. Mert így ér össze, ugye? Így ér össze. Az élet egy nagy belégzéssel kezdődik, és egy kilégzéssel, de tulajdonképpen a légzés köti össze, mert mi is ugyanazt élegezzük, amit dédanyáink, dédapáink, ugyanazt a levegőt vesszük. Így van. Egyébként ez olyan érdekes, ahogy mondanám, a múltkor adtam magamnak egy napot, és elmentem edzőterembe. És utána kicsit szaunáztam, és ott van egy ilyen tetőterasz, ahova így ki lehet feküdni, és lehet látni a Mátyás templomnak a tornyát, és ahogy így kifeküdtem, és így néztem csak a napot, meg a Mátyás templomnak a tornyát, és arra gondoltam, hogy Isten, tehát ez a nap, ez itt ragyog felettünk millió évek óta, és majd itt lesz akkor is, amikor én már messze nem leszek. És hogy ez egy olyan, akár fájdalmas is lehetne, de inkább egy megnyugtató érzés volt. És el lehet jutni idáig is. Uh-huh. Transzgenerációs önismereti út. Mi kell ehhez, hogy ezen elinduljunk? Illetve te elindultál a bölcsőtől, és egészen meddig jutottál? Mesélj nekünk erről is egy picit. Egy picit akkor a transzgenerációs szemléletről. Én azt vallom, hogy egyetlen ember sorsa története sem érthető meg a transzgenerációs szemlélet nélkül. Ugye a transzgenerációs, a transz az átkereszt, ugye a transzszibériai express, ami keresztül halad Szibérián, és a transzgenerációs szemlélet pedig, ami keresztül halad a felmenőinknek az élet történetén. Tehát hagyományosan az szokott történni, amikor egy ember pszichológushoz fordul, mert depressziós, mert fóbiák gyötrik, mert elakad a párkapcsolatában, mert valahogy
nem érzi magát komfortosan az életében, akkor általában az ő történetével szoktak foglalkozni, maximum még a szülők, hogy mesél, milyen volt a gyerekkorod, és milyen szüleid voltak, és milyen élményeket gyűjtöttél te már gyerekkorodban, milyen hatások értek téged. Így szokott kinézni egy klasszikus terápia. A transzgenerációs szemlélet ezzel szemben azt mondja, hogy nem vagy elég ahhoz, hogy megértsd önmagad. Ahhoz, hogy igazából válaszokat kapj, és aztán tudj változtatni az életeden, nagyon fontos, hogy megértsd a szüleid élettörténetét is, és a nagyszüleid, meg a dédszüleid élettörténetét is. Hiszen ez eddig megy vissza, bocsánat, hogy közben vágok. 3-4 generáció, hiszen ez az, amit úgy fel tudunk tárni. Én azt gondolom, hogy a megelőző generációknak is az élményei valahogy ott rezegnek bennünk, de általában ott már nincsen, vagy sokkal kevesebb történetünk van. Inkább csak egy-egy elmosódott ilyen, nem tudom én, ismerettel rendelkezünk, de konkrét történettel kevéssel. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy például az én családomban ugye az orvos előnév mindig megkérdezik, hogy mi ez az orvos, ez az én férjemnek a neve, és akkor én azt felvettem a tót mellé. Nem, ez az én saját családnevem, ezt az orvos előnevet, ez egy szervült előnév, ezt még Mária Terézia adományozta az én családomnak, mert az én egyik ősöm, ük nagyapám, ő egy gyógyító ember volt. Annak idején volt valamilyen nagy marha vész, és akkor ő gyógyító emberként segített ott megfékezni ezt a járványt, és ez annyira nagy dolog volt, hogy eljutott a császári udvarba is a híre, és akkor ő kapott egy ilyen előnevet, ami egy örökölhető előnév. Azért ez egy nagy kutatás, ha ennek Igen. így utána jártál, egész Igen. addig visszamenni, hogy Igen. hogyan is lett, és abból indulunk, hogy miért hívnak így, ahogy hívnak, ami ugye és egész mivel életünk... foglalkozom, igen. És nagyon sajátosan ez felelhető az egész családomban. Tehát az én apukám bár mérnök, de mindig ott volt benne egy gyógyító véna, tehát ő tart állatokat, és bizony ő a birkának a lábát meggyógyította, a körmét, ha beteg volt, de a mai napig, tehát hogyha bármiféle olyan sérülés éri, akkor ő magát el tudja látni, szóval, hogy ott van benne ez a gyógyító véna. De például nagyapám, én emlékszem a 70-es éveknek a közepén, hogy lógtak a különböző gyógynövények ott az alsó konyhába, és szárította a gyógynövényeket, akkoriban ez nem volt divat. Ma már az, hogy gyógytajákat iszunk, meg odafigyelünk az étkezésre, táplálkozásunkra, ez teljesen megszokott dolog. Akkoriban ez ismeretlen volt, de ő is hozta magával valahogy ezt a generációról generációra örökített azt tudást. Azt hiszem, itt volt egy kulcsszó, ezt, hogy emlékszem, ahogy nagyapám, hogy ez a transzgenerációs elméletnek az emlékezés alap. Nem feltétlen, de igen. Vagy eszköze. Igen. Az emlékeink azok sokfélék. Vannak tudatos emlékeink. Ez, ahogy én felidéztem, hogy igen, a nagyapám ezt csinálta. És vannak tudattalan emlékeink, amit már nem tudok felidézni, már nem tudom előhívni. Freud mondta azt, hogy az emberi lélek az 3 rétegből áll. Úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas nagy jégtömböt, ami úszik az óceánban. Ami kilátszik, ugye az a tudatos, amit most fel tudok, el tudok mondani nektek, ami létező számomra is ismerten létező történet. A tudat előttes, amit azért úgy elő tudok csalogatni, nincs állandóan jelen, de elő tudom csalogatni. És a tudattalan réteg az a hatalmas, nagy, fekete tömb, amit nem is látok rá, ugye a jégtömbbe azt már nem látom, az azonban meghatároz minket. Az az alap, így van. És rengeteg emlékünk, akár így kollektíven, családi tudattalanba rejtve, ott van, és befolyásolja azt, hogy hogyan működünk, hogyan viselkedünk, hogyan reagálunk például. Ezek ilyen, akár ilyen tudattalan hitrendszer. Például arról, hogy ez egy jó világ, ez egy biztonságos világ, az életnek van értelme, vagy ugyan már végig kell valahogy élni, végig kell valahogy szenvedni, végig kell küszködni, és igazából ne várjunk boldogságot, ne várjunk megnyugvást, ne várjunk itt harmóniát. Ez is egy családi örökség lehet, amikor például egy feldolgozatlan trauma vagy veszteség érte egy felmenőnket, amiben beleragadt, és ezt a beragadtságot
adományozta tovább, és a családtörténetben senki nem tudta ezt felülírni. És akkor látunk ilyen nagyon depressziós, nagyon pesszimista családokat, amikor tényleg egyik generációra a másikra ez a kilátástalanság érzés terjed tovább. Tehát úgymond akkor megérthetek valamit, hogyha visszamegyek egészen ezekhez a traumákhoz, és megtalálom a saját életem nehézségeinek a kiinduló pontjait, ami a múltból jön tulajdonképpen. Hogyan, miben segítve, hogy egyáltalán merünk ezekkel szemben nézni? Van elég bátorságunk visszamenni? Sokszor félve indulunk el ezen az úton, mert nagyon sok családban tabu a múlt, titok a múlt. Egy öngyilkos nagymama. Ez a szégyen miatt többnyire gondol. Így van. Akiről nem lehet beszélni. Eltűnt, meghalt, betegségben hunyt el, és aztán egyszer csak a családfa kutatásban kiderül, hogy dehogy is. Hát ő öngyilkos lett, mert olyan szörnyű házasságban élt, hogy nem talált más kiutat. És akkor egyszer ennek csak... Ennek a lenyomata? Így az, van. Hogy most valamiért... Ő magában a titok, ugye, az egy hatalmas teher, ugyanis a titok szeparál, elválaszt, izolál. Ugye, amikor titkot tartok, akkor mit csinálok? Félek, hogy nehogy kiderüljön. És amikor félsz attól, hogy annyira közel kerülsz a másikhoz, egy családtagodhoz, hogy kiderülhet a titkod, akkor hátralépsz. Akkor nő a távolság a családon belül, a családtagok között. Akkor megszűnik a bizalom. Mert amikor bizalom van, akkor bátorság is van ahhoz, hogy merjek beszélni arról, ami történt, ami történik. Akár a múltban történő dolgok, akár a jelenben történő dolgokról merek beszélni. De amikor akár így generációról generációra ez az üzenet, hogy vigyázz, és a családtagokban sem bízhatsz, ott sem lehet túl közel kerülni egymáshoz, az egy hatalmas teher. Ugyanis az emberi kapcsolatok, azok igazából csak bizalmi alapon tudnak jól működni. És hogyha az emberi kapcsolataink nem jól működnek, akkor fizikailag is megterhelődünk. Tehát az egy olyan állapot, amikor, mint a vad, amikor így lapul a bokorba, hogy jaj, nehogy véletlen észrevegyenek. És nem lehet állandóan egy életen keresztül, nem lehet lapulni a bokorba, hogy jaj, ki ne derüljön valami szörnyűség. De hát ahogy mondod, igen, a szégyen az egy olyan központi visszahúzó erő, ami sokszor generációkon keresztül így betokozódik tőle egy-egy életesemény. Tehát, hogy egyszerűen azt hisszük, hogy kimondani azt, hogy mondjuk valaki öngyilkos lett, vagy valaki alkoholista volt a családban, az egy elviselhetetlen teher. Ezt akarom, hogy mi történik akkor, amikor kiugrik a nyúl a bokorból, hogy rájövök, ahogy kezdem kutatni, hogy hopp, ez történt. Most nem tudom, talán így mi az első lépés a feldolgozásban, amiről beszéltünk. Ugye a terápiában azért erre vigyázunk, hogy ne zúduljon rá az emberre a túl sok igazság egyszerre. Mert a lélek az olyan, hogy van egy teherbíró képessége. Ugye amit nem bírok el, azt megpróbálom elfojtani, szőnyeg alá seperni, letagadni. Egyszerűen nem azért, mert rossz vagyok, hanem azért, mert nem bírja el a lelkem. És akkor először is elkezdünk úgynevezett énerőt építeni. Hogy a teherbíró képességed az nőjön. Ez olyan, mint amikor aládúcolunk egy rogyadozó épületet, és akkor már elbírja a terheket. Na hát először aládúcoljuk. Hogyan csináljuk ezt a terápiában? Gondolom ez lenne a következő kérdés. És hogy kell ezt csinálni? Hogy kell ezt csinálni? A terápiára szoktuk azt mondani, hogy ez egy úgynevezett korrektív emocionális élmény. Tehát, hogy átírjuk azokat az érzelmi élményeket, amivel megérkezel a terápiába. Például a bizalom nélküliséget. És akkor a terápiában megérzed azt, hogy mindegy, hogy milyen vagy, de pont úgy vagy jó, ahogy vagy. Hogy nincsenek bűneid. Hogy nem arról van szó, hogy most téged szeretnénk pellengérre állítani, és nézd meg, itt hibáztál. De arról sincs szó, hogy a szüleiddel szeretnénk ezt csinálni, hogy mert az anyád milyen rossz volt, mert az apád milyen pernahajdár volt, és ő okozta neked a problémáidat, hanem a megértést szeretnénk elmélyíteni. És ez már, ez a megközelítés, ez már egy olyan bizalmi légkört teremt, ahol el
kezdheted felvállalni önmagad, a saját negatív érzéseiddel. Nagyon sokszor ugye ez egy probléma, hogy azt gondoljuk, hogy a negatív érzéseink azok vállalhatatlanok, hogy azokat el kell titkolni, mert erősnek kell mutatkozni mindig, mert határozottnak kell mutatkozni mindig. Nem kell. A negatív érzések azok ugyanúgy hozzátartoznak egy embernek az életéhez, az embernek az élmény világához, az érzés világához, mint a pozitív érzések. És amikor már kellően erős vagy, akkor kezdünk el elindulni és feltárni a családnak a múltját, mert akkor már nem csak magadra, hanem az őseidre is máshogy tekintesz. Nem előítélettel, nem felháborodással, nem dűvel, nem ezzel a kérdőre vonással, hogy de miért csinálták azt? Mert akkor már elkezded érteni, hogy miért is történtek a dolgok. Az elfogadás irányába a haladás. És a megbocsájtás, gondolom, hogy haragban is. A megkönnyebbülés. Igen, úgy a megbocsátás, hogy lehet, hogy mondjuk vegyünk például egy bántalmazott gyerekkort. Lehet, hogy odáig nem fogsz tudni eljutni, hogy mondjuk átöleld az apádat, aki gyerekkorodban brutálisan bántalmazott. De odáig eljutsz, hogy meglátod ebben a brutálisan bántalmazó apában azt a kisgyereket, aki nagy valószínűséggel ugyanígy nőtt fel, aki ugyanúgy bántást kapott gyerekként, és ez a minta rögzült, és ezt adta tovább. Mert azt tudjuk, hogy a szülői gondoskodás, mondjuk a nagyszülői gondoskodás, vagy annak a hiánya, az megjelenik a mi szüleinknek a gondoskodásában, vagy annak hiányában. Tehát amikor elkezdtem máshogy nézni, szemlélni a szüleimet, nagyszüleimet, és meglátom bennük az esendő gyermeket, a sérült gyermeket, az nagyon tud segíteni. Lehet, hogy tényleg odáig nem tudok eljutni, hogy azt mondom, mert mondjuk benne is van egy elutasítás. Az egy fontos dolog, hogyha én elindulok egy önismereti úton, és így bennem így kezdenek rendeződni a dolgok, nem várhatom el, hogy a családtagjaim is ugyanúgy készen állnak a szembesülésre. Ez sokszor probléma, hogy eljön valaki terápiába, ott van egy nagy felismerés, és akkor hazaszalad, és de hát anyám meg nem volt rá nyitott. Hát nem, mert ő nem azon az úton jár, mint te. De az önismeretben ez is egy olyan nagyon szép pillanat, amikor erre rájövök, hogy lehet, hogy én már kezdek jól lenni, de ez nem jelenti azt, hogy a másiktól elvárhatom ugyanezt, és ennek ellenére is tud változni a kapcsolatunk, mert mi emberek így össze vagyunk kötve. Tehát ha én változom, akkor változik velem a másik is, mert már lehet, hogy más hangsúllyal szólok hozzá. Már nem ingerültem, hogy de miért ezt mondod, hanem már értem, hogy miért ezt mondod. Érdekes, ahogy mondod, ez a szép pillanat. Most így félve kérdem, hogy ezt nevezhetjük akár egy katarzisnak is? Ami az önismeret alatt történik. Úgy kezdted a beszélgetést, hogy megláttad a gyerekedet, és a félelem és a rettegés, és akkor nekem egyértelműen eszembe jutott az arisztotelészi katarzis, hogy oda jut el az ember, amikor ez a felismerés, feldolgozás végére jut, ha van ilyen. Igen, egyébként valóban egy ilyen katartikus élmény volt, amikor én a saját önismeretemben így rájöttem, és összeállt a kép, és összekötődtek azok a pontok. Nagyon sok történetet én például ismertem a család történetemben, de nem kötöttem össze a pontokat, hogy figyelj ide, a dédnagyanyárnak a traumája, meg a nagymamárnak a traumája, fájdalma, vesztessége. Az, hogy például az anyai nagymamám 9 éves korában már árva lány volt, meghalt anyukája, apukája. Hát mit hozott ő magával, az ő anyaságába, miután el is veszítette még a két kicsi babáját, mire az én anyukám megszületett. Hát azt hozta, hogy Úristen, akit szeretek, azt elveszítem. Hogy félni kell, rettegni kell a szeretet érzésétől, mert azzal a fájdalom is együtt jár. És amikor ezeket a pontokat így összekötöttem, akkor rájöttem, hogy annyi szorongásom az életben, az innen van, hogy én amikor kicsi lányként ugye elképzeltem a felnőtt életemet. Hát gyerekek, én özvegyasszonyként láttam magam egy diófa alatt. Hát
Na, és akkor azt gondoltam, hogy persze olyan élénk a fantáziám. Hát nem, hát ez a transgenerációs üzenetem, hogy vigyázz, mert erre a sorsra jutsz. És ezzel a felismeréssel akkor meg is könnyebbültél, vagy valamit el tudtál engedni? Igen, igen. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, elmondom nektek, hogy milyen élmény volt ez. Ahova én jártam önismeretbe, az a kolléga, ő KIP módszerrel dolgozott. Ez egy módosult tudatállapot, amiben így befelé fordulsz, becsukod a szemed, és teljesen csak befelé a saját belső világodra figyelsz. És ebben a módosult tudatállapotban képeket kell elképzelned. Vannak ilyen úgynevezett hívóképek, képzelj el egy rétet, egy patakot, akármit. És ahogy így elképzeltem, én úgy gondoltam, hogy ezek a képek olyan élesek, olyan kontúrosak, olyan jól látom őket. És akkor egyszer csak, ahogy haladtunk előre és dolgoztunk a traumákkal, egyszer csak olyan volt, mintha egy függönyt elhúztak volna. És rájöttem, hogy igazából az én életemben a szorongás állandóan jelen volt. Az ott lebegett folyamatosan. A képeimben ez úgy nézett ki, hogy egy homályos képet láttam mindig, amit én élesnek gondoltam. De amikor megszűnt a szorongásom, és elengedtem a régi traumákat, a transzgenerációs traumákat, akkor mintha egy függönyt elhúztak volna, és így ránéztem, hogy ja, hogy az éles kép az ilyen. Nekem korábban arról nem volt fogalmam, de akkor ott megéltem, és ez nagy, tehát ez egy bizsergető érzés volt, egy katartikus élmény, és aztán kiléptem a terapeutámtól, és így körülnéztem így az utcán, és azt mondom, jé, ez a szorongás nélküli élet, hogy ez ilyen. És nem is tudtál róla. És én erről nem tudtam. Mert a szorongás az tényleg annyira a lényemnek a része volt, hogy nem is gondoltam, hogy ez van, mert annyira természetesnek vettem. Ez az igény megvan az emberekben? Úgy, hogy tapasztalod szakemberként, hogy erre kíváncsiak vagyunk most, így mondjuk a 21. században? Nagyon. A könyvnek a sikere valami elképesztő. Mióta megjelent, ott van vagy a sikerlisták élén, vagy a dobogós helyen. És ez azt bizonyítja, hogy igen, ott van bennünk az igény, hogy végre kezdjünk már valamit az életünkkel, és ne csak sodródjunk, ne csak az automatizmusok vezessenek minket. A mai ember már szeretné jól érezni magát az életben. Ez egyébként egy új dolog. A mi nagyanyáink azok szerettek volna túlélni. Azok szerették volna, hogyha mindennapokban megvan a lehetőségük arra, hogy van ennivaló, van fedél a fejük felett, a párkapcsolati elvárásaik például egészen másak voltak, a gyerekekkel kapcsolatos elvárásaik egészen másak voltak. Legyen rendes ember, és akkor szabályok voltak, és feladatok voltak, és fegyelem volt, és rend volt. Ma szeretnénk a gyerekünkkel egy nagyon bensőséges szülő-gyerek viszonyban lenni. Ma szeretnénk a párunkkal nem csak működtetni egy gazdasági szövetséget, hanem megélni a harmóniát, megélni az intimitást, megélni azt, hogy mi tudunk együtt fejlődni lelkileg is, nem csak anyagilag, ugye? Mert régen ez volt, hogy 2 tehénkét kaptunk a szüleinktől, legyen 4 tehénkénk. És most itt tartunk, hogy akarunk élni. Igen. Csak mivel hordozói vagyunk valaminek a múltból, ezért megakadunk, és nem értjük, hogy mi történik. Ezért született a könyv is, milyen jó. Igen, pont. Vannak-e törvényszerűségek ebben az öröklődésben, vagy teljesen megfoghatatlan, vagy van-e valami kapaszkodó? Ugye sokáig gondolkodtak azon a kutatók, hogy vajon hogy is van ez, mi alakítja egy embernek a sorsát, az öröklött anyag, vagy az a tapasztalat, amit a születése után, vagy akár a magzati korban ő megél, tehát környezet, vagy az öröklődés. Ma azt mondjuk, hogy is-is. Hogy aztán ez hány százalékban, ez hány százalékban, azt nehéz lenne megmondani. De az mindenképpen egy törvényszerűség, hogyha az őseink valami nagy traumán estek keresztül, az ott lesz, annak ott lesz a lenyomata a mi életünkben is. Az epigenetikai kutatások pont ezt támasztják alá. Régen is ugye ezt feltételeztük, hogy bizony öröklődik a szülőknek a bűne, mondta a Biblia, és megbüntetjük majd az apák bűneit
fiakban harmad-negyed íziglent. Tehát ez nem egy új keletű szemlélet egyébként, hiszen a Biblia is utal már erre, hogy nincs következmények nélküli élet. És ma a kutatások bizonyítják is, hogy attól, tehát hogy a DNS maga az változatlan marad, de ilyen epigenetikai markerek formájában öröklődnek a traumák. Ez tulajdonképpen a természetnek egyfajta ilyen gondoskodása, hiszen miről szól ez az epigenetikai öröklődés? Ez arról szól, hogyha a szülőt valami nagy fájdalom, veszteség, trauma éri, tehát hogy rossz a környezet, nagyon nehéz a környezet, amiben neki élnie kell, akkor már a sejtjeiben elküldi az üzenetet a leszármazottainak, a gyerekeinek, hogy vigyázzatok, készüljetek fel, mert ez egy nehéz világ. És akkor a gyerek megszületik egy ilyen érzékenyebb stresszrendszerrel, érzékenyebb idegrendszerrel. Annak érdekében, hogy nehogy véletlen ne vegye észre a veszélyt. Tehát ez a természetnek, evolúciónak, vagy a jóistennek, ki miben hisz, egyfajta gondoskodása, előrelátása. Itt a probléma abból adódik, hogy míg régen a környezeti feltételek lassan változtak, manapság azért, hogyha belegondolunk a 20. századi történetekbe, hogy ott volt mondjuk a második világháború, holokauszt vagy üldöztetés, de most az nincs. Miközben mi is megszenvedjük azt, hogy a nagyszüleinket például milyen üldöztetés érte, hogy milyen nehézségeik voltak, milyen tragédiákon estek keresztül. Hát a reménytelenség szindróma, az egy mostani betegség, az, hogy depressziósak vagyunk valószínű, hogy mind onnan. Így van. A reménytelenség, ugye ez egy tehetetlenség érzés, a depressziós egy ilyen tehetetlenség, annak az érzése, hogy bármit teszek, nem fogok tudni változtatni. De közben emögött ott van egy nagyon érzékeny stresszrendszer. Tehát ugye azt is tudnunk kell, hogy a trauma az nem csak egy rossz emlék, az egy neurológiai történés is. Hiszen amikor valaki traumatizálódik, akkor a neurológiai, az idegrendszeri működése is átalakul. Minél korábban, annál inkább. Mert például egy bántalmazó családban felnövő gyereknek az idegrendszere egészen máshogy fejlődik, mint egy szerető légkörben növekedő gyermeknek az idegrendszere. És aztán ő ezt elviszi ugye a bántalmazottságnak a lenyomatát, idegrendszeri lenyomatát, viszi magával a saját életébe, és amikor neki születik gyereke, akkor ő sem tud megfelelően reagálni az ő gyerekének a szükségleteire, hiszen az idegrendszere nem alkalmas például a megnyugtatásra. És akkor a gyereknek a sírása, feszültsége, hasfájása egy pici csecsemőnek, ugye azt tudjuk, hogy na ott azért, azt ki kell bírni. De hogyha a te idegrendszered nem elég érett, akkor nem bírod ki a gyerekednek a feszültségét. Attól te is feszült leszel, és akkor rosszul fogsz reagálni. Akkor azt mondod, hogy ja Istenem, ezt a gyereket a szobának vagy a háznak a legtávolabbi részébe elviszem, csak ne halljam már, mert nem tudok mit kezdeni a sírásával. Nagyon gyakori. De ha ez eszembe megyek, és azt mondjuk ez feloldódik. Meg lehet állítani? Igen. Akkor pozitív, tehát ezek a negatív viselkedési formák, amiket hozunk magunkkal, meg tudnak változni? Lehetnek pozitívak? Meg tudnak, de önmagában a felismerés itt nem elegendő. Nyilván. Ahogy mondtam, azért, mert neurológiailag, idegrendszerileg máshogy működünk. És akkor itt jön egy olyan dolog, amit megint olyan, hát néhányan ilyen úgy fogadnak, hogy de hát most ez olyan hosszadalmas procedúra. Igen, hosszadalmas procedúra. Mire gondolok? Meditáció, relaxáció. Miért fontos? Azért, mert amikor az ember elkezd meditálni, akkor egy idő után képzétek el, hogy idegrendszeri változások is megfigyelhetőek. Tehát ebben a befelé fordult, lenyugodott állapotban nem csak az történik, hogy na jó, akkor most így elernyedtem, ellazultam, hanem közben, hogyha én ezt rendszeresen csinálom naponta, akkor azt látjuk, hogy az idegrendszerben új idegi hálózatok alakulnak ki. Vagyis bizonyos agyi területek megvastagodnak,
kialakulnak az új idegi kapcsolatok, azok azt jelentik, hogy benned új képességek alakulnak ki. Például az önmegnyugtatásnak a képessége. Ez önmagától, attól, hogy belátom, hogy igen, az apám traumatizált volt, az apámat nagyon bántotta a nagyapám, ő is vert engem. Tehát az epigenetikából hozott trauma elkezd átfordulni így valamivé, amivé pontosan, én szeretném. Pontosan. Uh-huh. És ez egy nagyon nagy hír, mert ez arról szól, hogy az ember ugye élethosszig képes a változásra. Miért? Mert az idegrendszerünk képlékeny annyira, hogy meg tudjuk változtatni, hogy át tudjuk írni, hogy tudjuk fejleszteni, ahogy az izmaidat lemegyünk a konditerembe, ott elhisszük, tudjátok? Hogyha sokszor emelem a súlyokat, akkor bizony lesz olyan kis bicepszem, hogy csak na. De most ez ugyanúgy megtehető az agyunkkal is, csak ugye az nem látványos nekünk. A kutatóknak igen, mert amikor agyi képalkotó eljárással vizsgálnak valakit, és bedugják a PET-CT-be, és megnézik az agyának a felépítését, szerkezetét, működését, aztán elküldik terápiába, vagy meditációba, akkor, és egy fél év múlva megint megvizsgálják, akkor ott látható, hogy nézd csak, itt megvastagodás van. Az azt jelenti, hogy új idegi összeköttetések vannak. Egyébként ez egy jó hír. Én most egy picit meg is nyugodtam. Tehát, remény. Hogy le lehet állítani azt is, hogy akkor generációról generációra ne öröklődjenek ezek a traumák, félelmek. Pontosan. Nekem egyébként az is felvetődik ebből, hogy van kollektív trauma, hogy mondjuk a második világháború traumája, annak lenyomata van csoportokon, mert az egyén transzgeneráció, erről beszéltünk, de hogy csoportokra is van ez. Hogyne. A traumáknak egy nagyon nagy része az kollektív trauma, amikor népeket, népcsoportokat ér bántás, üldöztetés, népírtások, igen, ott azt látjuk, hogy a nagy kollektív trauma, nyilván ez azt jelenti, hogy ott az minden kollektív trauma, egyéni trauma is egyben. De a kollektív trauma ugye arról ismerszik meg, hogy tömegek osztoznak ugyanabban a fájdalmas élményben. A holokauszt egy kollektív trauma. A kommunista üldözések kollektív trauma. A különböző népcsoportoknak az üldözése kollektív trauma. Amikor megtanuljuk azt, hogy mi rosszak vagyunk, minket bántanak, ugye, mert ez az üzenet, hogy rossz vagy, és azért üldözünk. És akkor ez bizony beépül ennek a tudása generációkon keresztül, hogy rettegnünk kell, mert bármikor bántás, sérelem, üldöztetés érhet minket. Igen, igen. Egyébként többféleképpen visszaköszönhetnek ezek a traumák, az örökölt nem is tudom, viselkedési formák. A legmarkánsabban, ahol tetten érhető, az az emberi kapcsolatnak a minősége. Tehát, hogy mennyire vagyok jól az embertársaimmal, legyenek azok kollégák, legyenek tehát azok családok. Így van, az emberi viszonyainkban. Ha tetszik, kötődéseinkben. Hogy bízom-e a másik emberben. Hogy amikor bármilyen élethelyzetbe kerülök, akkor mit feltételezek a másik emberről? Mondok nektek egy példát. A múltkor mentem a rendelőmbe, és ahogy mentem az úton, láttam, hogy valaki próbál, egy idős bácsi ott állt, és próbált bejutni a kapun, és valaki próbált neki segíteni, hogy beüti, mert már így remegett a keze, hogy beüti neki a kódot. És ebben a pillanatban kinyílt a kapu, és kilépett a bácsinak a lánya, aki ezt az eseményt úgy értelmezte, hogy ez, aki segíteni próbált a bácsinak beütni a kódot, ő próbálta eltolni a bácsit, és nem várta meg, amíg ő beüti a kódot, és elkezdett veszekedni ezzel a hölgyel, aki ugye segített volna, hogy maga micsoda egy nőszemély, hogy nem veszi észre, hogy ez egy idős ember, és maga itt toszigálja ezt az idős embert, és lögdösi, és szégyelje magát. Hát miről szólt ez a történet? Ez arról szólt, hogy ez a nő, aki ott kilépett és próbálta az apukáját védeni, ő azt gondolta, hogy a világ rossz, és ez a nő, ez csak és kizárólag rossz szándékkal lehet ott jelen. Fel se tételezte, hogy ő segíteni akart az ő édesapjának, mert az ő világképe szerint a másik ember, az biztos, hogy csak rossz lehet, a másik embertől csak bántás jöhet, a másik ember az biztos, hogy nem jó szándékkal viseltetik ellenünk. Egyetlen egy pici eseményben megjelent az ő hitrendszere. Ezt milyen kívülről látni? Most egy kicsit félve is kérdem, mert bizonyára az, hogy itt, ahogy ülünk, minket is
egy lépéssel hátrábról ennek a tudásnak a birtokában van képességed látni, hogy így a napi események, ezt is kívülről látni, az embereket, ez milyen érzés? Egyrészt felszabadító, mert egészen máshogy reagálok, hiszen hogyha ezt nem tudnám, akkor elkezdenék én is vele veszekedni, hogy mit képzel, de látom benne a fájdalmat. Látom benne azt a terhet, hogy így élni, hogy minden pillanatban azt gondolom, hogy valaki bánt, valaki ártani akar nekem, valaki meg akar engem rövidíteni, az nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas élmény lehet. De ha már kollektív trauma, például az egyik, volt egyszer egy olyan eset, hogy jártam egy csoportba, transzgenerációs témával foglalkozó csoportba, és volt egy hölgy, aki, hát már így a csoport legelején olyan kellemetlenkedő volt. Tudjátok, vannak olyan emberek, akik úgy mindig valami nem jó neki. És mindig van minden és csoportban mindig, ilyen. Ez is törvényszerű. Igen, igen. És akkor én is úgy mondtam, hogy hát, azért ez nem lesz egy egyszerű menet, így ebben a csoportban ugye részt venni, és majd nem tudom, hogy hány alkalommal ide el kell jönni, és akkor ez a nő itt mindig kellemetlenkedni fog, ja Isten, mi lesz? És akkor a szünetben lementünk, mert ez egy egész napos csoport volt, lementünk a sarki kis önkiszolgáló étterembe ebédelni. És ez a hölgy ott is elkezdett kellemetlenkedni, hogy neki ne azt adják, mert abban kevesebb van, ne azt a limonádét, mert abban nincsen elég, és hogy akkor ő ezt nem annyit akar fizetni, hanem kevesebbet, és mit képzelnek, őt meg akarják rövidíteni. És akkor ilyenkor az ember úgy csinál, hogy nem velem van, nincs hozzá közöm, nem is ismerem, tudom én. És aztán az ebéd után folytatódott a foglalkozás, és akkor elkezdtünk azzal dolgozni, hogy ki honnan származik, és milyen az ő családtörténete. És kiderült erről a hölgyről, hogy ő a felvidékről származik, és őket kitelepítették. És akkor elkezdett erről a történetről mesélni, hogy milyen szörnyű volt, hogy az ő nagypapájának volt egy csodálatos szőlője, egy fantasztikus kúriában laktak, hogy az volt a paradicsomi állapot, és egyik percre a másikra hirtelen össze kellett szedni annyi dolgot, amennyi egy bőröndbe belefér, és el kellett hagyni az otthonukat, és hogy onnantól kezdve a család igazából nem tudott sehol gyökeret verni. És hogy ez a veszteség, ez annyira mélyen beleült a családba, hogy azóta sem tudtak ezen túllendülni. Hogy folyamatosan ott van bennük az, benne is, élénken él, hogy nagyon kell figyelni, nehogy véletlen megrövidítsenek, nehogy véletlen elvegyenek tőlünk valamit, mert a világ az egy rossz világ, és itt bármikor megtörténhet. Tehát nem tudott nyugvó pontra kerülni ez az élmény. És akkor egy picit úgy érthetőbbé vált, hogy ő miért ilyen, hogy miért ez az automatikus reakciója mindenre. Mit tanácsolnál? Egyébként gyönyörű ez a látás. Tehát visszagondolva, hogyha átlátok egy helyzetet, és a konfliktusban nem veszek részt, mert tudom, hogy ez róla szól, és nem rólam, vagy hogy ez az ő története, akkor már segítettél neki is rengeteget. Így van, hiszen elkezdesz hozzá is máshogy viszonyulni, és ugye az ő alap automatikus működése, az mindig egy nagyon tipikus választ hív elő, hiszen amikor valaki így kellemetlenkedik, akkor nyilván egy idő után így hátrál a környezet, és azt mondja, Jézus Stop, Isten, igen. Nem akarok én vele közelebbi kapcsolatba kerülni. És akkor neki automatikusan, hát ugye, hogy ilyen a világ? Pontosan, megerősödik ez az alap hiedelme, és akkor jössz te, és nem lépsz ki, nem hátrálsz, igen. Hanem kedves vagy és elfogadó, és akkor így elkezd így... Ez más reakció. Igen, igen. És akkor egy picit úgy oldódik belőle ez a feszültség, hiszen végre van egy új tapasztalás. Uh-huh. Sok időnk nincs, de én nagyon szeretnék egy picit belekérdezni ebbe, hogy párkapcsolatainkat hogyan tudjuk segíteni, akár tudva, hogy honnan jövünk, vagy mit hozunk, vagy hogy hogyan választjuk egyáltalán a párkapcsolatainkat meg. Uh-huh. Van ez a klasszikus mondás, hogy igazából mindig a tudattalanunk választ, és olyan párt választunk magunknak, aki valami miatt ismerős. Mert hogy olyan minőségeket hoz, lelki minőségeket, ami nekem ismerős valahonnan a gyerekkoromból, bár nem is tudok róla. Például, hogyha az intimitás számomra nehéz volt, akkor hozok egy olyan, vagy választok egy olyan párt, akinek szintén
nehéz az intimitás, például. Nagyon gyakran ez itt tetten érhető. De például, hogyha úgy növök fel, hogy nem érzem magam biztonságban, mert mondjuk az anyukám kiszámíthatatlanul, vagy a szülők, a gondozóm kiszámíthatatlanul volt jelen, hogy nem lehettem abban biztos, hogy ott van, és mindig érzékenyen reagál az én szükségleteimre, és mondjuk bennem kialakult egy úgynevezett szorongó kötődési mintázat, ami miről szól, arról, hogy bármikor elveszíthetem a másikat, akkor választok magamnak egy olyan párt, aki nagy valószínűséggel egy ilyen elutasító kötődési mintával rendelkezik, ami meg arról szól, hogy egy nagyobb távolságot tart, nem akar annyira közel jönni. És akkor mi történik? Én, aki szorongó vagyok, és azt szeretném, hogy minél közelebb, minél közelebb, minél közelebb, mert az alaphitrendszerem szerint nem biztos, hogy rendelkezésre áll a másik, akkor választok egy olyat, aki mindig megerősíti ezt a hitrendszeremet, hiszen ő mindig kilép, minél közelebb akarok én menni, ő annál inkább hátrál. És aztán így tényleg beigazolódik, hogy na, tényleg ilyen a világ, nincs benne biztonság, a másik az soha nem tudja nekem adni azt a közelséget, amire én vágyom. Tehát, hogy a választásaink megerősítik az alap hiedelemrendszerünket. És ez nagyon fontos, hogy például a saját kötődési mintánkkal tisztába kerüljünk, és közben felismerjük a másiknak, a párunknak is a kötődési mintázatait. Mert ebben az esetben egy csomó konfliktus helyzetet el tudunk kerülni. Mondok erre egy példát. Egyszer eljött hozzám egy pár, akinek az volt a problémája, a hölgy az arra panaszkodott, hogy amikor nehéz élethelyzet van, amikor ő szomorú, vagy fél, vagy aggodalmaskodik, akkor a párja soha nem elérhető. Olyankor eltűnik a képből. És egyszerűen azt érezte, hogy ez azért van, mert a párja őt nem szereti eléggé. És ez neki nagyon fájt, miközben a párja mondta, de én szeretlek, de nem tudok ezzel mit kezdeni. És akkor elkezdtünk a gyerekkori mintáikkal dolgozni, és kiderült, hogy a férfi úgy nőtt fel, hogy az anyukája az egyáltalán nem tudott vele mit kezdeni, amikor ő sírt kicsi babakorába. Fogta, és kitette a kertbe, a kert végébe, kitolta a babakocsin, ott sírjál, aztán majd elhallgatott. Ő azt tanulta meg, hogy amikor feszültség van, félelem van, negatív érzés, akkor nem lehet jelen lenni, akkor ott nem lehet osztozni, akkor onnan ki kell lépni. És ugyanezt csinálta ugye a párkapcsolatában, amikor a feleségének vigasztalásra lett volna szüksége, támogatásra, vagy egy ölelésre csak, hogy egyszerűen nem bírta elviselni ezt a feszültséget, és inkább elment pecázni. És akkor ott magába volt, mint régen gyerekkorában a kert végébe, elment pecázni, és akkor ott kizárta ezeket a nyomasztó érzéseket. Mert azt élte meg, hogy azzal nem lehet mit kezdeni. Ó, mennyi mindenünk van. Én, nagyon gyorsan elrepült ez a műsor, de talán így utolsó gondolatként, hogyha az ember el szeretne indulni ezen az úton, hogyan induljon, mi az első lépés? Mi az első lépés? Hát az első lépés az elhatározás, hogy igen, én készen vagyok erre az utazásra, történjen bármi. Uh-huh. Ugye? Hogy eldöntöm, hogy hajlandó vagyok végigjárni, hogy időt szentelek ennek, hogy energiát szentelek. Senki ne várja azt, hogy egyik percről a másikra, vagy egyik hétről a másikra a transzgenerációs történetek megismerhetőek és feloldhatóak. Az önismeret az egy élethosszig tartó utazás, de életünk legizgalmasabb utazása. Legyen ez a végszó. Legyen. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük, nagyon köszönöm, hogy megosztottad a gondolataidat. Köszönöm a meghívást. Önökkel, nézőink, találkozunk jövő hétfőn, ismét egy izgalmas témát boncolgatva, addig pedig rakosgassák önök is a maguk kis puzzle-jét. Viszontlátásra.